Micsoda az a fal itt az utca végén? Ez egy kerítés tulajdonképpen. Annak idén itt egy sporttelep volt valamikor, és a vállalkozó, aki a szomszédban lakik, megvásárolta magának a vállalkozásához, körbekerítette. Védeni nem tudnak semmit, mert ott külön el van nekik védve az ő részük. Ott van megint egy külfal az ő részüknél. Hát volna egy megoldás, hogyha nem adja el a hivatal, hanem egy játszóteret kialakítottak volna. Azt mondták az emberek, hogy például ott hátul, ott nagyon nagy a gaz és sok a szemét, és hogy ezt kértek más segítséget. Nem az önkormányzat hagyta, hogy elgazosodja, hanem a két lakott. Szerintem ez elég volna ennek az öt családnak ez az oldal. A másik oldalt van három család, négy család, aki lakik, ott is van ugyanilyen nagy terület, amit be kéne ugyanúgy művelni neki. Ha ki lesz takarítva, és ha valaki szól, csak egyszer szeretném, ha felszántanak a kertet, mert balkonon vetnek ott, akkor biztos, hogy ingyen és bérmentve felszántanánk nekik. Nem nagyon akartak ide aszfaltot rakni, mert azt mondták, hogy itt a cigány gyerekek fel fogják szedni. Azt akkor még mondtunk, hogy azért csak jobb volna, mert egy nyakig érő sár volt az előtt. Mindig volt a probléma, hogy sároson mennek a gyerekek iskolába, odába. 20 éve is megpróbálták ezt, tehát, hogy aszfaltot raknak ide, de mindig elmaradt. 20 évig volt polgármester, és aztán utána jött igen, egy váltás. Igen, 90-től 2010-ig. Igen, és hogy az elődje ideje alatt épült meg ez az aszfaltos út. Mert gyakorlatilag akkor volt rá lehetőség. Volt egy program benne, kaptak aszfaltot, és akkor ezúton mi igényt tartottunk rá, hogy rakjanak ide is. Hát legalább 2 hónapot biztos, hogy a véget tartottunk. Ide maximum 5 centi aszfalt kellett volna, de ez nincsen 2 centitől több. Mert nem jutott annyi aszfalt. Pont erre az utcára, soha nem jutott. Ez jobb a gyerekeknek is, mert nekünk is azért. Azért nem mindegy, hogy úgy menjünk le az útra, hogy van 10 centi sár a cipőn, és úgy menjünk, most példázunk a boltokba be, vagy akárhova, netán, ha menni kell egy orvosnál gyerekkel, nem kell sáros cipővel bemenni oda, nem hordanak minket le. Sok minden megváltozott, amióta az aszfalt van.